Hogyan lehet legyőzni a félelmet? A Kompország vendége Tarz Zoltán. Tarz Zoltán, református lelkész, 2024. júliusától a Tisztelet és Szabadságpárt, vagyis a TISZA párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője. 2003 és 2015 között zsinati tanácsos, a Református Egyház közigazgatásának vezetője volt. Ezt követően a mezőgazdasági és ipari digitalizációval foglalkozott, de részt vett okosváros fejlesztésekben is, valamint civil szervezetek számára végzett szervezeti és működési tanácsadást. Miután idén tavasszal felszólalt Magyar Péter Kossuth téri tüntetésén és lemondásra szólította fel Balogh Zoltán püspököt, eltávolították az állami állásából egy minisztériumi háttérintézményből. Ezt követően csatlakozott Magyar Péter akkor még induló formációjához, amelyben mára-már vezető tisztséget tölt be. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti portré műsora, és nagy tisztelettel üdvözlöm vendégünket, Tarz Zoltán református lelkészt, a TISZA párt alelnökét, egyben európai parlamenti delegációjának vezetőjét. Szeretettel köszöntöm én is Önöket. Azt is mondhatnám, hogy áldás békesség. Isten dicsőség, köszönöm. Most szerdán beszélgetünk, tehát egy nappal az augusztus 20-ai ünnep után tűzijáték, és a TISZA párt is tartott a Margit szigeten egy pikniket. Olvasóinknak, nézőinknek jelzem, hogy Magyar Hangot még nem tudok mutatni, de mire ez a műsor adásba kerül, addigra megjelenik már a Magyar Hang friss száma. Romsics Ignác történésszel lesz a nagy interjú, ő lesz a címlapon. Keressék az újságot és iratkozzanak fel a csatornánkra, erre biztatnám Önöket. És ez az augusztus 20-ai témával kezdeném, mint friss eseménnyel. Ugye értelemszerűen ez volt az első ilyen jellegű piknik a TISZA párt részéről, hiszen korábban ez nem is lehetett ilyet megvalósítani, ahol a pártelnök mondott egy nagy beszédet, ide egész napos programok voltak, és mielőtt erről beszélnénk, nem tudom, hogy értesült arról, hogy ott volt egy kisebb fajta incidens, vagy a sajtó így is tálal, hogy az Index ott forgató tudósítóját, aki ott megkérdezte a jelenlévőket, hogy mi a véleményük a TISZA pártról, miért jöttek erre a rendezvényre, mit gondolnak Magyar Péterről, illetve a pártról. Végül is a biztonságiak azt mondták, hogy ne legyenek ott, kitessékelték őket, arra hivatkozva egyrészt, hogy nem regisztráltak, tehát ugye végül is ez egy nyilvános rendezvény, itt azért felvetődik, hogy a sajtónak kell-e regisztrálni, és aztán később ilyen kommentelésekből, amiben a pártelnök is kivett a részét, úgy kiderült, hogy ennek azért valamennyire politikai oka van, hogy azok a sajtótermékek, amik a pártelnök szerint részei ennek a rogáni propaganda gépezetnek, azok nem feltétlenül jó, hogyha ott vannak ezeken a rendezvényeken. Na most miután nem ez az első ilyen típusú konfliktusa a sajtóval, és a pártelnöknek, úgy őszintén kíváncsi vagyok, hogy személy szerint önnek mi a véleménye erről az egész történésről. Hát ugye nagyon nehéz a Magyarországon, ugye általában azt gondolom a sajtó, elsősorban azzal a sajtóval való kapcsolattartás, amelyik az állam szárnyai és nagyon szoros felügyelete alatt működik. Ott ugyanis nagyon sokszor megesett az velünk is, és másokkal is megesik. Részben az ugye, hogy nem jutunk szóhoz, tehát ami a közmédiát illeti, hogy gyakorlatilag egyáltalán nincs lehetőségünk nekünk sem, és sok másképp gondolkodónak megnyilvánulni, de azokban a médiumokban, ahol viszont lehetőség van, ott is megesett már nem egyszer, hogy némileg torzított, vagy nem egészen abban a kontextusban előadott beszámolók jelentek meg, amelyek azért nem segítették a hiteles képnek a fenntartását. Tehát van egy ilyen, rossz tapasztalat, amiből a bennünk is kialakult sajnos egyfajta fenntartás, arra nézve, hogy kit, hogyan és milyen formában tudunk és látunk helyesnek, hogyha előfordul. Mi a regisztrációt, a sajtóregisztrációt, azt pontosan ezért is vezettük be. Egyrészt szeretjük tudni azt, hogy kik vannak ott, kik azok, akik tudósítanak egy-egy eseményünkről, rendezvényünkről. Szeretnénk segíteni nekik információval, a megfelelő hozzáférésekkel, adott esetben interjú alanyok szervezésével, nem feltétlenül irányított interjú alanyok szervezésével, de hogy valamiféle szervezettség, rendezettség legyen. Ugye ebben az esetben nem került sor regisztrációra. Biztosan
hogy mondjam, a maga az esemény nyilvánossága, és az, hogy a nyilvánosság hogyan és mi módon kap tájékoztatást egy nyilvános eseményről, ez ma Magyarországon egyáltalán nem egy evidens dolog, azt gondolom. És miközben szeretnénk minél távolabb kerülni, és minél kevésbé beavatkozni abba, hogy egy sajtótermék, egy médium milyen formában és egyáltalán hogy van jelen, a közben sajnos kénytelenek vagyunk arra is figyelni, hogy sokszor éppen az ártatlan, nem túlságosan összetett módon gondolkodó, és nem minden részletre és érzékenységre figyelő embereket nagyon könnyen időzelbe csőbe lehet húzni egy-egy kérdéssel, egy-egy rossz megfogalmazással. Ez volt nyilvánvalóan a háttere annak, hogy szerettük volna, hogyha ez egy picit jobb felügyelet, vagy legalábbis koordináció mellett történik ez a tájékoztatás. Igen, csak nem gondolja azt, hogy sokan azt hihetik erről, és én nyilván, hogy a sajtóban dolgozom, én viszonylag érzékeny vagyok erre a területre, erre a kérdése, azt gondolom, hogy minél tágabbak a lehetőségek, annál jobb. Nyilván mi is kifogásoljuk azt, hogy mondjuk kormányinfóra nem tudunk bemenni, és hát a jelenlegi kormány sok szempontból ugye diszkriminál bennünket. Ugyanakkor azt se szeretem, hogyha esetleg valaki mással történik ez. Tehát ebben tekintetben ugye igyekszünk elvszerűen viselkedni. És hogy ez a hozzáállás, ez azért kicsit emlékeztet arra, amit a Fidesz csinál, vagy nem érzik azt, hogy van ebben egy ilyen veszély, hogy akkor azt mondják, hogy hát igen, de és lehet, hogy ezek a, tehát azt gondolom, hogy a Tisza pártnak és Magyar Péternek abszolút szíve joga azt gondolni az Indexről, meg bárkiről, amit gondol. De hogy ha úgy tetszik, politikai alapon korlátozni azt, hogy ki hogy tudósít erről, az azért annak van egy kicsit ilyen fideszes íze, nem? Én azt gondolom, hogy általában az, hogy a sajtóval, vagy a nyilvánosság eszközeivel és a nyilvánosság csatornáival hogyan bánunk és hogyan viselkedünk, ez nyilvánvalóan ez önmagában egy Magyarországon már ez egy politikai hozzáállás kérdése lett sajnos, és minthogy maga azt kell mondjuk sajnos, hogy a sajtótermékek és a médiumok is egy jelentős részben, legalábbis amelyeknek közel van az államhoz, azok erős politikai befolyásoltság alatt vannak, és sajnos nem feltétlenül lehet arról beszélni, hogy miközben sajtómunkások dolgoznak, hogy a közben ők a saját független és a szerkesztőségi elvek mentén mozognak. Nagyon sok olyat ismerünk, tegnap is találkoztam ilyen kollégával, akinek világosan meg volt mondva, hogy mi kell legyen a cikknek a vége. Közben lehet bármiről kedveset, jót, szépet írni, de a kifutása a dolognak az előre programozott. Én nem állítom senkiről konkrétan, hogy ez így van, és nyilván feltételezhető, hogy az Index ott jelenlévő munkatársai is biztosan a magas szakmai színvonalon igyekeztek hozzáállni. Még egyszer, amit mondtam az elején, sajnos a tapasztalatunk az, hogy hiába sokszor az adott szakembereknek a hozzáállása, nagyon sokszor az a befolyásoltság, ami adott esetben magasabb szinten, szerkesztőségi szinten jelenik meg, az nem teszi lehetővé azt, hogy tényleg hiteles kép alakuljon ki. Maga a bánásmód elképzelhető, hogy ez így ebben a formában, és azt gondolom, hogy van hova fejlődni, és itt mindannyiunknak egy picit visszafogottabbá kell válni. Egy picit harcos helyzetből jövünk, tehát ugye egy olyan állapotban vagyunk, és állapotból jövünk, ahol ténylegesen a szavak elmondásáért, a szavak eljuttatásáért, a gondolatok átadásáért nagyon sokat kell küzdeni. Nagyon szomorú, hogy nekünk is nagyon gyakran azzal kell szembesülnünk, hogy egy-egy médium nem igazán a teljesítményünkre, hanem a különböző pletykákra, a különböző mindenféle híresztelésekre utazik elsősorban, és maga a tartalmi tevékenység az nem annyira érdekes. És azt gondoljuk, és azt látjuk helyesnek, hogyha el tudnának mozdulni ezek a dolgok a tartalomirányában. Ebben az esetben például szerencsés lenne, hogyha mondjuk Magyar Péterrel tudna egyszer az Index úgy beszélgetni, hogy mindazok a nézetek, elképzelések, amelyek bennünket mozgatnak, azok ott helyt kapnak
egy olyan formában, ahogy azok elhangzottak, és nem feltétlenül egy olyan kontextusban, amely kontextus, hogy most mondjam, átforgatja, elcsavarja adott esetben a mondandót. Igen, az látszik, hogy azért itt dinamikusan is változnak a viszonyok, mert hogyha az ATV-re gondolok, ahol ugye volt egy erős konfliktus a pártelnök és az ATV között, és ez úgy tűnik, mintha rendeződött volna, vagy hát legalábbis ugye ott volt a Magyar Péter nemrég az ATV stúdiójában, és azt mondom, különösebb ilyen személyeskedő vita nélkül lement az a beszélgetés. És ezzel akkor lépjünk most már túl, annyiban utalni még erre vissza, hogy nyilván ennek a rendezvénynek nem ez volt a legfontosabb momentuma, amiről az eddig beszéltünk, hanem az a beszéd, amit Magyar Péter elmondott. De egy picit lehet, hogy pont az ilyen momentumok azok, amelyek akár el is terelik a figyelmet erről, mert azt gondolom, hogy az a beszéd, amit ő ott elmondott, annak azért volt tartalma, voltak üzenetei, és nem érzi úgy, hogy pont emiatt egy kicsit az történik, amit kifogásol, hogy nem a lényeggel foglalkozik a sajtó, hanem mondjuk pont ezzel az üggyel, ahogy egyébként mi is ezt tesszük most ebben a pillanatban. De meg is kérdezném egyébként, hogy a beszédről egyébként mi a véleménye, ami elhangzott ott a pikniken. Igen, tehát nagyon sok olyan kis momentum volt, ez is nyilván ez egy affér, vagy ez egy amit, amiről beszéltünk eddig, de rengeteg ennél sokkal szebb és üdítőbb pillanat volt ezen az eseményen, és én ezeket emelném ki elsősorban. Sor került ugyanis interakcióra, tehát kapcsolatteremtése az emberek között, bár nagyon nagy volt a forróság, a napsütés, és kicsit ugye az árnyas fák alá szorultak vissza az emberek, de rengeteg olyan találkozás volt az ország nagyon sok részéről érkezett ember között, ami önmagában már azt gondolom, hogy egy olyan értelemben újdonság, hogy kötetlen formában tudtak emberek beszélgetni, ismerkedni egymással, ami egy rendkívül fontos dolog ma, amikor tulajdonképpen már családon belül is sok esetben megszűnik a kommunikáció. Nem utolsó sorban azért, mert a politika, a jelenlegi politika olyan árkokat válj családi közösségekben is, amely lehetetlenít ezt mondjuk egy békés vasárnapi vacsorát, vagy egy ünnepi együttlétet. Én ezeket a momentumokat sokkal-sokkal figyelemre méltóbbnak és értékesebbnek találom. Nem is igyekeztünk arra, hogy túlszervezzük ezt a programot. Az volt a cél, hogy legyen egy-két olyan csomópont, ahol az emberek tudnak találkozni, ahol tudnak beszélgetni, legyenek olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amikor meg tudják szólítani egymást, illetve olyan helyzetbe kerülnek, hogy meg kell szólítsák egymást. Ezért ez a közösségteremtésnek, a közösség helyreállításának egy kezdeménye volt. Nyilván önmagában ez nem érte el a teljességet, de azt reméljük, hogy ez hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez a későbbiekben sok más hasonló rendezvényel együtt ez megtörténjen. És egyébként történnek ilyen rendezvények, hogy az ország nagyon sok pontján, ezen a héten is több tíz olyan rendezvény van településeken, kisebb-nagyobb városokban, régiókban, ahol helyi szinten találkoznak az emberek, együtt sütögetnek, vagy sportprogramokat terveznek. Olyan öntevékeny dolgok indultak el, amelyek a Tisza szigetek örve alatt valósulnak meg, ahova mi is ellátogatunk európai parlamenti képviselők, vagy budapesti képviselők, vagy más olyan emberek, akik egyszerűen csak érdeklődnek. Nekem az ég lenni a bélmény tennap az volt, hogy találkoztam az első Tisza párral, akik egy tiszás rendezvényen a június 8-i budapesti nagy kampányzáron találkoztak, egy szegedi és egy balatonalmádi hölgy, illetve fiatalember, és ott találkoztak, és nem sokkal azután a találkozás után alkotnak egy párt. Ezek azok a dolgok, amik azt gondolom, hogy igazán, hogy is mondjam, olyan tartalmat és olyan élményt adnak, amit az ember nem felejt el. Mindennek egyfajta összefoglalója volt az a beszéd, amit Péter mondott. Én azt tartom ebből nagyon lényegesnek, hogy szerintem egy-két olyan gondolat elhangzott, amelyre talán többen kérdeztek, vártak, hogy ezekkel kapcsolatosan mit gondolunk. Részben az, hogy hogyan látjuk a keleti-nyugati orientáció kérdését, ami azt hiszem, hogy manapság, amikor ennek elég egyoldalú láttatása van a magyar közéletben, akkor ez egy nagyon fontos tényező. Az is azt hiszem, hogy nagyon fontos elem volt ebben a beszédben, hogy a cselekvés fontosságát, a megoldandó problémáknak a lehetséges megoldáshoz való hozzáállását vázolta föl Péter, illetve arról is szó volt, azt hiszem, hogy ez is talán átjött többünknek, hogy
az, amiben mi gondolkodunk, az alapvetően egy változás, egy tovább lépés, ahogy maga István is ugye egy bizonyos ponton a történelemben hozott egy döntést, amellyel egy szakaszának a történelemnek vége lett, és aztán egy új szakasz indulhatott el. Hasonlóképpen, és talán ez a Kompország ugye kicsit utal erre, hogy végre kézbe venni a dolgokat, és menni, és nem csak sodródni, és nem csak egy átmenő pont lenni, hanem valóban előremutatóan saját döntéseink, saját elhatározásunk mentén tovább menni, és amiről Péter szólt, és rendkívül fontos, és ebben csúcsosodott számomra a beszéd, és maga az egész találkozó, hogy ezt a továbben, és ezt nem úgy képzeljük, hogy elől megy valaki fehér lovon, és ő pontosan tudja, hogy merre, hogyan, hanem úgy képzeljük, hogy emberek beszélgetnek, közösen gondolkodnak, és ebből születnek meg azok a gondolatok, amelyek az előremenést, a továbbmenést azt meghatározzák. Igen. Kicsit visszamennék az időben. Igen. Az ön nevét és arcát április 6-án ismerte meg a széles közvélemény a Kossuth téri nagygyűlésen, az első igazán nagy rendezvényet, amit ugye még nem a Tisza párt volt, az még ugye egy egyesület volt, amit ha jól emlékszem, Igen. ön vagy a szervezőként, amit ön bocsátott úgymond Magyar Péter rendelkezésére. Hát többen voltunk, igen. És ott hangsúlyozta azt a beszédében, hogy bemutatkozásként azt mondta, hogy Tarr Zoltán református lelkész vagyok, nem voltam, hanem vagyok. Ebből én azt gondolom, hogy ez a reformátusság, a keresztény felekezethez való tartozás, ez az ön identitásának a központi része. Ez meghatározó. Ez egyébként az, hogy politikai pálya felé orientálódott, vagy egyáltalán a közélet érdekli, ez ebből is fakad? És hogy ez ma ebben a pillanatban mit jelent, hiszen tudjuk, hogy azért a magyarországi református egyház körül nyilván az egész szerepvállalása is részben ebből indult ki, ugye hát elég sok kételj és vita kavarog. Hogyne. Hát. Ja, az én számomra a reformátusságom, a lelkészi, mi volt a lelkészi hivatásom, az központi jelentésű és meghatározója az énemnek. Hát én nekem az, hogy Isten igének hirdetője lehettem, és hogy ebbe a szolgálatba kerülhettem, ez nekem egy elfelejthetetlen és átléphetetlen részem, és nem is szeretnék ettől eltávolodni. A helyzet az, hogy az a fajta egyházi gyakorlat, az a fajta jelenlét az egyháznak a társadalomban, amit most élünk, az elmúlt esztendőkben is éltünk, ez számomra nem volt már elfogadható. Én 2015-ig voltam a református egyháznak a úgynevezett zsinati tanácsos, ez tulajdonképpen a főtitkára, tehát az egyházi közigazgatásnak az adminisztratív vezetője, az állam és egyház kapcsolattartásának a felelőse adminisztratív oldalon. Én nagyon közelről láttam, tapasztaltam azt, hogy hogyan változik, hogyan alakul az egyház és állam kapcsolata, hogyan alakulnak ki azok a kényszerek, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítik azt, hogy az egyház szuverén módon, függetlenül a saját döntéseire alapozva önálló szervezetként tudjon működni, milyen elvárások jöttek egyre erősebben és egyre nyíltabban az állam részéről, hogy az egyház milyen formában nyilatkozzon meg bizonyos kérdésekről, mire mondjon igent, mire mondjon nemet, milyen pénzeket miért fogadjon el, milyen pénzeket miért ne fogadjon el, kikkel és milyen kapcsolatban legyen, stb. Ez napi szinten határozottan mentek? Nagyon-nagyon direkt dolog volt, és amikor az egyház vezetésében változás következett be, 2015-ben, és Bogári Szabó István lett a püspök. Nagyon hamar, két hét után kiderült, hogy a mi hozzáállásunk az egyház és állam kapcsolatát illetően elviekben rendkívüli módon megegyezik, gyakorlatilag viszont semmilyen módon nem tud kapcsolódni egymáshoz. És én a békesség és az egyház szeretete okán én úgy döntöttem, hogy akkor az a helyesebb, hogyha olyanok veszik át a feladatot, akik tudnak azonosulni azzal az újfajta gondolkodással, ami akkor egyre határozottabban megjelent. És én csöndben is voltam egészen sokáig, igyekeztem nem zavart okozni, mert ténylegesen az én számomra nagyon fontos az, hogy egy békesség és egység legyen. És aztán ez az kegyelmi ügy volt az, ami tulajdonképpen elindított, tehát ott volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy nem lehet csöndbe maradni, és először ezt is az egyházon belül próbáltam megrendezni,
nem sikerült, semmilyen választ nem kaptam a leveleimre, és akkor fordultam ugye a médiához, a Szemlélek online magazinon keresztül, és így kerültem április 6-án oda, hova kerültem, vagy a színpadra. De ott sem magamat akartam igaziból, nagyon sokakat kértem, hogy bekapcsolódtam már a szervezésbe, ahogy ön is mondta, de nem vállalták el nagyon sokan a fellépést, a közreműködést, és 13-ként akkor maradtam én magam, az első 12 ember nem vállalt, és akkor végül is én magamat tudtam péntek éjszaka, ez volt az utolsó pillanat, hogy, és akkor én lettem így végül is. És amiért azt mondtam, hogy református lelkész voltam és vagyok, az az, hogy bár nem úgy dolgoztam akkor sem, én magamat annak tartom, és nem gondolom, hogy azért, mert nem lelkipásztorként szolgáltam, azért ne lennék, és ne, egyébként jogilag most is lelkész vagyok, lelkész is vagyok. A közélet pedig egyházi emberként is, és egyáltalán Magyarországon élő, gondolkodó emberként én mindig is foglalkoztam a közélettel. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami egyszer csak az ember úgy megtörtént, vagy velem megtörtént 50 éves koromra, hanem ez mindig is közel volt hozzám. Most a közéletnek egy más típusú, vagy közélet egy más oldalról foglalkozom, és ezt most ugye politikának hívják, miközben maga a politika ugye hagyományos értelemben azért egy sokkal tágabb dolog volt, és én ebben a tág értelemben gondolom ezt továbbra is, és van egy közösség, ez a Talpra Magyarok közössége, ahol úgy érzem, hogy az, amit én képviselek, és ahogy képviselem, ott erre van szükség, és ott erre van igény, és ott ezt befogadják, és ez aztán a mai működő demokráciák rendje és hagyománya szerint egy pártban csúcsosul, ez a Tisza párt, és most ott van nekem feladatom. Én egyébként ezt egy teljesen koherens, egymásból következő lépéssornak élem meg. Nyilván ez egy óriási csúszkálás volt nekem napi szinten, hogy ez most hogy, merre jó, merre helyes lépni, de visszatekintve az elmúlt hetekre, hónapokra egy teljesen, ma nem is lineáris, de egy egymásból következő lépések sora. Abszolút a helyemen érzem magam, így tudom szolgálni, azt gondolom a lehető legteljesebb és leghitelesebb mértékben azt az ügyet, ami az én számomra fontos, ez pedig az, hogy olyan világban tudjunk élni, az emberek megbecsülik egymást, ahol egymást segítik az emberek, és ezzel az egymás segítéssel egy olyan prosperáló országot építenek, ahol nem a szeretetlenség, hanem a befogadás, az egymásra való törődés az, ami hangsúlyt kap. Azért érdekes, amit mond, hogy bizonyos értelemben szükségszerű volt, hogy így alakuljon a pályája, akár ugye eleve rendelést is mondhatnánk, de hogyha belegondolok, abban nem tudom, hogy olyan embere, aki mondjuk évelején, szilveszter új évkor úgy gondolkodik-e azon, hogy mit hozhat a jövő év, vagy akár valami fogadalom, vagy ilyesmi. De azért, hogyha visszaemlékszik arra, hogy mit gondolt arról, hogy mit történhet önnel ebben a 2024-es évben, akkor azért nem gondolom, hogy az lett volna, hogy nagyjából fél éven belül nem csak egy politikai szereplő, hanem európai parlamenti képviselő lesz. Sok minden történik, hogy a egzisztenciája is veszélybe kerül a politikai szerepvállalása miatt azonnal. Tehát, hogyha mondom, kíváncsi, hogy ha egyáltalán volt ilyen számvetés így az év elején, vagy gondolt, akkor mi járt az ön fejében? Hogy mondjam, nem vagyok egy ilyen fogadalomtevő típus, meg fontosak nekem is persze az évforduló. De nem volt még kegyelmi ügy, Magyar Péterről gondolom nem is hallott, hogy létezik. Így van, abszolút nem. Nem ismertük egymást, én márciusban találkoztunk egyébként Péterrel. Nyilván, tehát ha így nézünk vissza, akkor karácsonykor, amikor a családommal a fa alatt álltunk, akkor föl nem merült volna bennem ez az egész vad forgatókönyv, amin azóta átmentem. De az viszont már nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy a Jóisten egészen különleges és sajátos utakon vezeti az embert. Ezt az én saját személyes tapasztalatom is ez, és az is, hogy ezt láttam nagyon sok más ember életében is. Tehát ha úgy nézzük, én ételfutár voltam alapvetően múlt év szeptemberétől, vagy augusztus közepétől, így kezdtem el dolgozni azon a munkahelyen is, onnan ugye kirúgtak ez az állami munkahelyen, ahol meg is tartottam ezt a futár tevékenységemet. Ez egy minisztériumi háttérintézmény volt, ahol nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy az ország számára nagyon hasznos és fontos dolgokkal foglalkozhattunk, és kifejezetten érdekeltek ezek a dolgok a digitalizációval összefüggésben. De emellett megtartottam a futár tevékenységemet is, hiszen nem lehettem abba biztos, hogy az a munka az meddig fog tartani.
mert hogy pont azért is kényszerültem futárra állni, vagy futárnak állni, mert hogy a magyarországi gazdasági helyzet, a teljes jogbizonytalanság olyan állapotot teremtett abban az ágazatban, ahol én azelőtt dolgoztam, egy KKV-nál, hogy nem lehetett tervezni, nem lehetett számolni, nem lehetett üzletileg előre haladni, tehát nem tudhattam, hogy a rendszeres állami szervezeti átalakítás során mikor jön el az idő, amikor ezt a szervezetet is, ahol én akkor dolgoztam, egyszer csak újra szabják egyik napról a másikra. A lényeg az, hogy én úgy érzem és úgy tapasztaltam, hogy és ez nekem az én életem számára tényleg egy napi szintű bizonyosság, hogy nem aggódtam, biztos voltam, hogy Jóisten megmutatja és elém teszi, hogy hogyan és mi módon lehet tovább menni. Azt a pillanatot kell érezni, amikor döntést kell hozni, és azban a pillanatban ezt a döntést igyekeztem úgy meghozni, sokat imádkozva a családommal, nagyon sokat beszélgetve, lépésről lépésre haladva ezekben a döntésekben, hogy az valami jóra vigyen. És most még egyszer azt tudom csak mondani, úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, nem érzem azt, hogy ellene mondanék saját magamnak, vagy ellene fordultam volna azoknak a dolgoknak, amiket 15-20-30 évvel ezelőtt gondoltam, vagy képviseltem volna. Sőt, azt érzem, hogy mindaz, amit csinálhattam, az valamilyen módon képessé tesz, vagy képesített arra, hogy amivel most foglalkozom, ebben nyilván még mindig nagyon sok mindent tanulva, de tudjak dolgozni és tevékenykedni. Az imént elhangzott abból, én úgy érzem, hogy talán annyira nem is lepte meg azt, hogy miután elmondta ezt a beszédet április 6-án a Kossuth téren, utána nagyon gyorsan jött a hatalomnak a reakciója, tehát hogy elküldték erről az állami munkahelyről. Ez nem volt akkor meglepetés, ezzel számolt, amikor fellépett arra a színpadon, hogy meghozta azt a döntést, hogy akkor kiáll a nagy nyilvánosság elé és vállalja a véleményét? Hát ezt a döntést tulajdonképpen azzal, hogy ezt a bizonyos szemlélek interjút adtam, akkor hoztam meg ezt a döntést, hogy felvállaltam azt, hogy addig csendesen, de nyilván már egy egyre fokozódó belső indulattal voltam a bennünket körülvevő ügyek iránt. Nagyon mélyen érintett az oktatással kapcsolatos helyzet és az oktatási tüntetésekben is. Nagyon aktívan részt vettem annak idején, 3 gyermekem van, akik iskolába járnak, napi szinten éljük, tapasztaljuk azt, hogy milyen katasztrofális a helyzet az oktatásban, mennyire kiszolgáltatottak a tanárok, mennyire bizonyos értelemben tudatosan pusztítják, teszik tönkre az oktatási rendszert, és ilyen módon gyakorlatilag az ország lehetőségeit. És kerestem azt, hogy tudnék ezekkel a belső érzésekkel és feszültségekkel, indulatokkal valahogy kreatív és előremutató módon bánni. Ilyen módon, amikor az a döntés megszületett bennem, hogy kénytelen vagyok a kegyelmi ügy miatt szólni, és minthogy a belső csendes egymás közötti szólás eredményre nem vezetett, azzal a kilépéssel már számoltam azzal, hogy támadások érhetnek, amik meg is érkeztek. Ilyen módon tulajdonképpen nem volt akkora meglepetés a kirúgás. Nem annyira számítottam rá, mert azt mondtam, hogy annyira nyilvánvaló lenne, hogy azért rúgnak ki, amit előtte való szombaton mondtam, hogy ezt biztos nem csinálják meg. Nem számoltam azzal, hogy már a látszatra sem adnak. Sőt, olyannyira nem ugye, hogy aznap vagy másnap az éppen akkor viszonylag friss Fidesz szóvivő úr mindenféle kertelés nélkül egyértelműen alá támasztott, hogy természetesen azért váltak meg tőlem. Még egyszer mondom, egy állami állásból, tehát nem egy párt tevékenységből, azért válnak meg egy állami alkalmazottól, mert hogy a kormány álláspontját nem osztja, amit nem tudom pontosan miből vont le, hiszen én ott az egyház és állam szétválasztásáról beszéltem, nem szóltam semmit sem a gazdasági minisztérium, sem az engem foglalkoztató intézmény ellen. Ezzel az állításával tulajdonképpen két dolgot erősített meg. Egyrészt az, hogy nincs olyan, hogy vélemény, csak olyan van, hogy valaki egy az egybe a kormányzat álláspontját elfogadja. Kettő, hogy ez egy komoly kritika volt a kormányzattal szemben, és mégiscsak igaz, hogy az állam és az egyház össze van fonódva, ez egy tudatos és szándékos dolog. Ezt kritizálva tehát az ember, én jelen esetben én, ugye egy kormányzati álláspontot kritizáltam, ez viszont rendkívül szomorú, hogy így van. Egy picit beszéljünk még a református egyházról. Gondolom régóta ismeri Balogh Zoltánt, személyesen is van egy kép róla, hogy milyen embernek tartja őt is. Amikor készültem az interjúra, akkor láttam egy korábbi HVG-nek adott nyilatkozatát, és ott egy nagyon erős mondatot találtam, amit
talán még én akár túlzásnak is érezhetek, de kíváncsi vagyok, hogy miért így fogalmazott, hogy Balogh Zoltán küldetése, hogy letörje a magyarok szabadságvágyát, ezt mondta. És ehhez kapcsolódóan az még a kérdésem, hogy az, hogy Balogh Zoltán távozzon, ez mennyire egy személyes ügy az ön számára? Nekem személyes konfliktusom nincsen Balogh Zoltán püspök úrral. Tehát én nem, nincs bennem egy ilyen, mondjam, harci vágy, hogy mindenféleképpen az ő személyét, az ő személye ellen tenni kell valamit. Én úgy látom, hogy az ahogy ő és amit tesz, az nem jó. Semmilyen mérce szerint, de egyházi vezetőként, püspökként pedig teljes mértékben ellentétes mindazzal, amit egy egyházi vezetőnek, akár nem csak vezetőnek, egy egyházi embernek mutatnia, gyakorolnia kellene. Ez az egy dolog motivál, a számomra a fő üzenet, vagy az én számomra a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem az egyházamat. Én azt gondolom, hogy az egyház, a Magyarországi Református Egyház, egyáltalán Krisztus Egyháza, én annyi jót kaptam tőle, és egyáltalán az egyetlen viszony, ahogy lehet viszonyulni az én számomra, az, hogy szeretem. És ebbe a viszonyba és ebbe a helyzetbe az, ahogy a püspök úr viselkedik a református egyháza, a református egyház közösségével, de szélesebb értelemben az egész magyar társadalommal szemben, azt gondolom, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan. És valóban azt is hiszem, amit mondtam, ezt én mai napig vállalom, hogy az ő küldetése és feladata összefüggésben azzal, hogy ez a jelenlegi rezsim működik, hogy az alapvetően az embereknek a szabadságát, a szabadság vágyát kell valamilyen módon megtörni és letörni. Nem véletlen, hogy az egyházak ilyen mértékben kerültek a kormányzatnak a hálójába, vagy nyomással, befolyása alá, hiszen az utolsó olyan szervezetek voltak, a civil szervezetek teljes körű felügyelet alávonása után, amelyek még képesek voltak valamiféle függetlenséget fenntartani. Ez így volt egyébként a kommunista időkben is. Akkor is nagyon fontos volt az egyház felügyelet alá vonása. És én azt gondolom, hogy semmi mástól nem fél egy olyan rezsim, mint amiben mi is élünk, mint attól, hogy az emberek elkezdenek gondolkodni, és elkezdik elhinni maguknak azt, hogy van szabadságuk választani. Minden erővel azt gondolom ez a rezsim, és ennek a rezsimnek a kiszolgálói, azon dolgoznak, hogy az emberek ne ébredjenek rá arra, hogy van választási lehetőségük. Rémes egy ilyen rezsim számára azzal a gondolattal egyáltalán szembesülni, hogy emberek elkezdik elhinni, hogy ők dönthetnek, választhatnak, hogy lehet másként is csinálni dolgokat, mint amit napi szinten megtapasztalnak. Én ezt egy óriási bűnnek, egy nagyon-nagyon szomorú fejleménynek tartom, hogy ilyen módon eszközzé vált maga a püspök úr, és eszközzé tette az egyházat ebben a tevékenységben. És ön szerint miért van az, hogy még mindig a pozíciójában van, tehát a püspöki székét megőrizte? Igaz, hogy a zsinati lelkész elnöki pozícióról leköszön, de nyilván a közvélemény számára, amíg ő püspök, addig nyilván azonosítják őt a református egyházzal. És azért is kérdezem, hogy ezt mit gondol erről, mert ugye úgy látszott egy időben, mintha a Fidesz levette volna Balogh püspökről a kezét, és ennek nyilván lehetett volna a következménye, hogy paradox módon ez még az is eszembe jutott, hogy nem annak a megnyilvánulása, hogy mintha Balogh Zoltán is azt mondja, hogy itt egy külső támadás van az egyházzal szemben, hogy ez furcsa módon egyfajta az autonómiának a jele, hogy az egyház úgymond kitart a püspöke mellett mindenfajta külső támadás ellenére. Igen, Itt rögtön hagy fűzzem oda, hogy ha szabad, azt mondanom, hogy egyetlen, mert nyilván amit most elmondtam, meg el fog mondani, ezzel kapcsolatban rögtön azt lehet mondani, hogy most se történik más, mint ami ellen én beszélek, hogy a politika belebeszél az egyházba. Ugye ez természetesen ez el fog hangzani független attól, amit most fogok mondani, meg független attól nagyjából, hogy miről beszélgetünk. Nem így van, tehát azt gondolom az embereknek lehet véleménye, még egy politikusnak, ha így vesszük, is lehet véleménye dolgokról. A Vidámparttól kezdve a nagybani piacon át még egy egyházról is lehet véleménye. Az teljesen más, mint amikor valaki, akár egyházi méltóságban élve, vagy egyházi méltóságot viselve eljár bizonyos állami ügyekben, mint például, hogy eljárt ugye ebben a kegyelmi ügyben Balogh Zoltán püspök, legalábbis így tudjuk. Hasonlóképpen, hát ezt maga is elmondta. Így van. Igen. Hasonlóképpen probléma az, amikor azt gondolja magáról
egy kormányzati szereplő, vagy egy minisztérium, vagy bárki, hogy eljárhat az egyházak ügyében, például megmondhatja, hogy bizonyos pénzeket mire költhetnek, mire nem költhetnek, sőt, célzottan ad bizonyos feladatokra támogatást, és azt is megmondja, azt az adott szolgáltatást, egyebeket honnan kell venni. Én ezt nevezem beavatkozásnak. Az, amikor beszélünk valamiről, mint hogy most is tesszük, nem gondolom, hogy ez beavatkozás lenne, sőt, és itt jön az, hogy most én azt hiszem, hogy az, hogy ő lemondott a lelkészi elnökségről, ez semmiféleképpen nem az ő személyes, hogy is mondjam, megenyhülése vagy ráébredése volt. Hiszen még azon a héten, amikor lemondott, még annak a hétnek a közepén is azt mondta, hogy nem fog lemondani. Ugye két oka lehetett annak, hogy mégis lemondott. Egyrészt az, hogy péntek délutánra, estére volt összehívva az a tüntetés a Hősök terére, ugye az influencer tüntetésnek nevezett esemény, amely hát nagyon-nagyon sok embert mozgatott meg, nem vártan sokat, legalábbis a rezsim számára nem vártan sokat, de ami valószínűleg ennél még nagyobb súllyal nyomott alatba, az pedig az volt, hogy másnap volt a jelenlegi kormány miniszterelnökének az évértékelő beszédje. És nyilvánvalóan ezt a helyzetet valamilyen módon, tehát a kegyelmi ügyel kapcsolatos helyzetet kezelni kellett. Én azt gondolom, hogy nem történt más, mint hogy egy politikai döntés született, és ennek a politikai döntésnek a volt miniszter, aki mai napig politikus, ő úgy döntött, hogy ezen a szinten fog megfelelni, valószínűleg ebben állapodtak meg egymással. Hogy miért nem megy ez tovább? Ugye én erre azt gondolom, hogy az állam számára ez rendkívül kellemes helyzet, hogy már nem azzal foglalkoznak az emberek, legalábbis azt gondolja az állam, hogy mit volt a kegyelmi ügy, hanem az, ha szabad így mondom, a dög át van tolva a református egyház oldalára, ott forrong ez az egész dolog, hogy lemond, nem mond le, miért nem mond le, mit képzel magáról, stb. És amit elmondott értelmezés, ez tökéletesen így van, tehát püspök úr pontosan ezt a fajta attitűdöt vette föl, ő ezt egy támadásnak állítja, miközben senki nem támadta meg az egyházat, ugye ő maga hozta a bajt, tehát ha úgy tetszik, egy belső támadás áldozata az egyház, amely belső támadás püspök úr folyamatosan fenntart az egyházzal szemben, és ahogy eddig is, úgy most is egyébként, hogy mondjam, bizonyos témákban ő meghatározó módon beleszól és jelen van, és főképp az állammal való kapcsolatban ő az odatett hűséggel jár el továbbra is. Ugye azt világosra tette, hogy mint keresztény emberként is úgy gondolja, hogy az államot és az egyházat szét kell választani egymástól. Ugye nagyon sokszor hallani a jelenlegi kormányhatalom részéről azt a kijelentést, hogy Magyarország egy keresztény ország. Ezt ön is így gondolja, és hogyha így gondolja, akkor ez konkrétan mit jelent az ön számára, mi következik ebből a deklarációból vagy kijelentésből? Nyilván a hagyományokat tudjuk, ezt természetesen Pálya Szent István ünnepén ezt nagyon nem kell magyarázni, de hogy ez a mai világban mit jelent pontosan? Azt gondolom, ma alapvetően egy kurzus kereszténységet élünk, vagy életnek velünk, ha úgy tetszik, tehát ahol vannak bizonyos, hogy is mondjam, meglehetősen avitt és besavasodott elvárások, hogy milyennek is kell lenni egy kereszténynek, ennek különböző jogszabályokkal és egyéb módokon próbálnak a jelenlegi hatalom birtokosai érvényt szerezni, miközben nem ritkán ők maguk azok, akik ezeket a jogszabályokat és legfőképpen az általuk széles mellényen hirdetett keresztény értékeket lépten nyomon megsértik. Ez most a házassággal, a vagyonnal, bármi egyébbel kapcsolatos, napi szinten bukkanunk ezekre az esetekre. Nagyjából visszhangtalanul történnek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy Magyarország ebben a formában semmiképpen sem egy keresztény ország. Tehát én nem tudok azonosulni azzal a fajta kereszténységgel, amit sugároz az a rezsim, amelyben most élünk. Ez az én számomra szomorúságot, keserűséget és a kereszténység megcsúfolását jelenti mindenestől fogva. Ugye most volt egy katolikus paptestvérünk, aki a szabadságszobor újbóli átalakítása kapcsán tett egy megjegyzést, amivel teljes mértékben azonosulni tudok. Azt gondolom, hogy az, hogy kibigyeztünk egy óriási keresztet egy emlékműre, nem hiszem, hogy ez keresztényebbé tenni az országunkat, sőt, inkább akik keresztények, azok számára kényelmetlenséget okoz, egyébként pedig nem feltétlenül ezt a
a fajta képet szeretnénk, azt hiszem, kereszténységként látni. Én azt gondolom, hogy a kereszténység olyan értékekről szól, ami a szeretet, a befogadás, a megértés, és sorolni lehetne még azokat az értékeket, amelyek homlok egyenest ellentétesek a kormányzat mindennapi tevékenységével, amiben semmiféle szeretet, semmiféle megértés, semmiféle felkarolás, semmiféle odafigyelés nincsen, hanem kizárólag az önös értékeknek a képviselete. Én mostanában azt gondolom, hogy egyébként, ha a 10 parancsolatot sikerülne, mint alapértéket, legalább a kormányzat képviselével lassan-lassan átvetetni, és hogyha meg lehetne azt oldani, hogy legalább azoknak nem mindegyikét sértsék meg naponta, hanem mint alapot annak a mentén működne a dolog, az már egy óriási eredmény lenne. És akkor nem kell ezt nagyon messzire komplikált irányokba elvinni, kezdjük itt a dolgot, ez elegendő lenne. Azt is gondolom, hogy mindaz, ami történik egyébként most, az rendkívül káros az egyházak számára, elképesztő módon elidegeníti az embereket, rossz kedvűvé teszi őket. Én tegnap ezen az eseményen többekkel találkoztam, akik oda jöttek hozzám, hogy kis reformátusok vagy reformátusok voltak, de ne haragudjak, ők már ezzel az egyházzal nem tudnak azonosulni, és ki ilyen, ki olyan, ki amolyan kisebb közösséget támogat az 1%-ával, vagy vesz részt azoknak az alkalmain. Azt mondták, mindaddig, amíg nem látják, hogy a református egyház képes leszakadni erről az állami együttlétről, fogalmazzunk így. Nagyon szomorú ez, szerintem. Az ön számára elképzelhető valamifajta visszaút a református egyház hierarchiájába? Tehát, és nem arra gondolok természetesen, ami Balogh Zoltánnal történt, mert azt gondolom, hogy az a magyar történelemben is példátlan, ami történt, hogy valaki miniszteri pozícióból püspök lett, méghozzá úgy, hogy ugye a zsinati szabályzatot is módosítani kellett ehhez, hanem egyáltalán, hogyha esetleg a politikai karrierje mondjuk valamiért véget érne, vagy akár bizonyos szempontból gondolom, itt a szabályok azért nem olyan rigorózusak, mint a katolikus egyház esetében, akár ezzel párhuzamosan is. Tehát, hogy bármifajta hivatalos tisztséget a református egyházban el tud képzelni, hogy valamikor ellát még. Nem zárom ki, nem zárhatok ki semmit. Ha valaki megkezdte volna tőlem, hogy az előbb ön is utalt rá ez év elején, vagy múlt év decemberében, hogy kizárom-e, hogy politikai párra járok, azt mondtam volna valószínűleg akkor még, hogy igen, és mondtam is szerintem ilyet a kezdet-kezdetén. Igen, a válaszolányban találtam egy nyilatkozatot, azt mondta, hogy nincsen így, politikai ambíció. Nincs, és ez így is van, nem is voltak politikai ambícióim, mai napig sincsenek. De Magyar Péter is ezt mondta a legelső megszólalásaiban. Ez egy érdekes dolog, hogy én ezt egyébként, és ez is egy ilyen ellentmondás, amit hát ugye másokon nem szoktunk számon kérni, de tőlünk is állna számon kérjük, hogy nincsen európai parlamenti programunk, meg nem mutatkoztunk be, meg nem tudom, miközben ugye úgy kormányoz egy kormányzó erő, hogy nem hogy európai parlamenti, de az országra vonatkozó politikai programja sincs. Én ezt elmondtam, és most is így gondolom, csak talán még plasztikusan meg tudom fogalmazni, hogy én bennem valóban nem volt ilyen ambíció, és most sincsen ambíció. Egyszer azt éreztem, és most is úgy érzem, és ezért érzem, hogy a helyemen vagyok, hogy egy felelősség hárult rám. Ha tényleg azt gondolom, hogy nem lehet csak úgy megülni és várni, majd elmúlnak a dolgok, hanem tenni kell ezért, akkor én ne csak mondjam ezt, hanem én magam is ebbe álljak bele. Körülnéztem, és úgy láttam, és úgy látom, hogy momentán, hogy csinálnom kell. És egész biztos, hogy vannak nálam alkalmasabb emberek, és jobb emberek, akik jobban felkészültek erre a feladatra. Abban a pillanatban, ha előkerülnek, én örömmel adom át mindazt, ami nem tudom, politikai tevékenységet most végzek, nem ez motivál engem, és ilyen módon nem tudom azt mondani, hogy nincs visszaút számon az egyházba. Volt egy... Gondolom azért püspöki ambíciói nincsenek. Azok nincsenek püspöki ambícióim. A precedens az megvan rá. Ugye azelőtt a történelem más precedens hozott, hogy püspökből lett miniszter. Igen. Erre volt példa, sőt püspökből lett másféle. De a lényeg az, hogy ez az út, amit Balogh Zoltán most, hogy ismét megvalósított, ez valóban egyedülálló. Ugye nagyon fontos egyébként a számára, hogy történelmi, hogy nyomot hagyjon. Én azt gondolom, hogy sikerült egyébként neki. Nem biztos, hogy erre gondolt, hogy ilyen típusú nyomot hagy, hogy az ő hatására lemondott a két utolsó nő a magyar kormányzatban, és gyakorlatilag a szaúd-arábiai kormánynál is sikerült egy sokkal maszkulinabb testületre bízni az országot. De azt látom, hogy én
nem, hogy mondjam, én alapvetően az egyházba szerettem volna szolgálni, és volt egy lehetőségem az év elején, megkeresett egy gyülekezet, hogy esetleg lelkipásztoroknak meghívni, én ennek elképesztő módon örültem, és se csodának tartottam, hogy egyáltalán számon tartanak még, és ez nem jött össze, és ezt követően néhány napra, hétre rájött ez az egész ügy, aminek a nyomán meg ez a lehetőség állt elő. És én őszintén úgy érzem, hogy ha ott bezáródott egy ajtó, így nyílt egy ajtó az én számomra, és értem, hogy a politika és a pártpolitika az egy gusztustalan, csúnya, rossz, stb. Mindenfélét lehet rá mondani, de én úgy látom, hogy most ebben vagyok úgy a helyemen, hogy azokat a szempontokat, azt a tenni akarást meg tudom élni és meg tudom valósítani, amelyet igyekszem, nagyon törekszem arra, hogy ne önösen, ne magammal foglalkozva, hanem amennyire csak lehet és képességeimből, erőmből telik, figyelve az emberek igényeire és a kívánságaira, vágyaira, elképzeléseire így tudjam megvalósítani. Elképesztően nagy felelősség az, amit érzek, és elvárásoknak az óriási mértéke az, ami egyrészt megijeszt, másrészt pedig erőt ad, hogy csinálni kell, és tisztességgel kell csinálni, amit csinálok. Ugye említette azt, hogy az események sodrásában ugye bizonyos álláspontokat is felül lehet vizsgálni. Ez konkrétan a politikai szerepvállalásra vonatkozott, de azzal is egyetértett, hogy ugye még Magyar Péter is, ez nyilván sokszor számon fogják még rajta kérni. Ugye a kampány időszakban arról beszélt, hogy ő bár listavezető, az Európai Parlamenti listát ő vezeti, de nem áll szándékában beülni az Európai Parlamentbe, és végül is ugye egy szavazás után, ami ugye ezt a szándékot végül is alátámasztotta, vagy megerősítette, de azért mégiscsak ez az álláspont itt változott, és ez egy elég fontos kérdés. Ön ebben támogatta, egyetértett vele, esetleg bíztatta erre, hogy így cselekedjen? Én maximálisan támogattam ebben Pétert, és nyilván ez az ő döntése volt elsősorban, de én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés született, és szerintem, ami most látszik mindebből, az azt hiszem, hogy egy alátámasztja azt, hogy ez egy jó döntés volt. Nyilván az, hogy Péter, ugye ami sokan azt mondják, hogy ez nem egy bölcs döntés, az, hogy mennyire fog tudni jelen lenni Magyarországon és a párt a mozgalom építésében kivenni a részét. Hát ezt úgy oldjuk meg és úgy kezeljük, ugye, hogy azért a munka jelentős részét, azt a sok-sok apró tennivalót, ami azzal jár, hogy parlamenti képviselők vagyunk, ennek jelentős részét igyekszünk mi elvégezni. Ő is tagja a bizottságoknak, részt vesz ezeknek a munkájában, de számtalan olyan, hogy is mondjam, tevékenység van, amiben igyekszünk őt helyettesíteni és pótolni, azért, hogy ide tudja az erejét fókuszálni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az egyik legelső lépés, amit meg kell tegyünk, az, hogy a Magyarország helyzetét Európában valamilyen módon egy picit más irányba fordítsuk. És ehhez rendkívül fontosak azok a kapcsolatok, amelyekre lehetőséget ad az Európai Parlament is. És már most látjuk ennek értelmét és hasznát, nem csak azért, mert sokak támogatását találkozunk, és egészen konkrét formában megjelenő nem anyagi támogatás, mielőtt azonnal a Szuverenitásvédelmi Hatóság ezen interjú alapján újabb vizsgálatot indít ellenünk, hanem elvi együttműködések, olyan kérdések egyáltalán, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az álláspontunkat kifejezzük, és egy másfajta képet tudjunk Magyarországról kialakítani, ami nem utolsósorban azért nagyon fontos, hogy azokat a pénzeket, amelyek Magyarország számára rendelkezésre állnak, annak ellenére, hogy a kormány úgy bánik ezekkel a pénzekkel, ahogy bánik, ennek ellenére is megkaphassák azok, akik ezekre a pénzekre jogosultak. Tehát a mi számunkra ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy az európai kapcsolatrendszerben visszakerüljünk a tárgyalóasztalokhoz, és a tárgyalásokon kompetens módon legyünk jelen, és ebben egy óriási feladat hárul Péterre szintén, akinek a nevét egyébként Európa szerte jól ismerik, azt az elképesztő eredményt, amit az ő vezetésével elértünk, azt is nagyon jól ismerik, és mindenki, hogy is mondjam, örömmel és szívesen találkozik vele, és olyan lehetőség, olyan beszélgetések nyílnak meg, amik másképp nem nyíltak volna meg. Tehát ez egy nagyon bölcs dolog, azt gondolom, hogy ott van, és jó szervezéssel azt reméljük, hogy lehetővé tudjuk tenni, hogy azt a munkát, amit viszont szintén itthon el kell végezni, azt is el tudja ő is, meg hát az egész csapat végezni. És mit gondol, hogy érzi, hogy a magyar közvélemény érti-e azt a, most lehet, hogy
nem pontosan fogalmazok, ugye köztes álláspontot, amit a magyar politikát tekintve a Tisza párt az Európai Parlamentben elfoglal. Mire gondolok? Arra elsősorban, hogy Magyar Péter is világossá tette, és gondolom az ön álláspontja is hasonló lehet, hogy mondjuk az Európai Egyesült Államok víziójával, a teljesen föderális Európa gondolatával nem ért egyet. De ugye a politikát mindig ilyen leszoktuk egyszerűsíteni, ilyen igen vagy nem kérdésekre. Ugye van a föderalista álláspont és van a szuverenista álláspont, amit Magyarországon leghangosabban és legnagyobb erővel a Fidesz képvisel. És akkor sokan meg azt mondják, hogy de hát akkor inkább a Fideszhez áll közel ez alapján ellenzéki pártként a Tisza párt. Ugyanakkor a Tisza párt tagja az Európai Néppártnak, ami nyilván, amit az említettem, fontos lehet abból a szempontból, hogy a kapcsolatrendszer, ugye a legerősebb frakciója az Európai Parlamentnek, és nagyon sok olyan tisztségviselő van, Európai Uniós tagállami vezető, akikhez a néppárton keresztül vezet az út. Ez világos. De nyilván érzékelik azt, hogy a Fidesz milyen kampányt folytat az Európai Néppárttal szemben Magyarországon. Ugye Manfred Weber, a hungarofób politikus, Ursula von der Leyent azt gondolom, hogy részben bizonyos ügyek miatt akár jogosan is lehet támadni, aki szintén néppárti politikus. A néppártot ugye baloldali háborúpárti erőként festi le a Fidesz, és mindenképpen a néppárt azért egy olyan párt, amely a brüsszeli fősodorhoz tartozik jelen pillanatban. Tehát ha esetleg valami probléma van az Európai Unió működésével, nyilván ahhoz van némi köze a néppártnak is. Tehát, hogy ezt a fajta köztes álláspontot, és még én említhetném a pénzek kérdését is, mert azt mondta, hogy nyilván Magyarországnak az érdeke, hogy ezek a pénzek eljussanak. De nyilván találkozott már azzal a véleménnyel, nyilván az ellenzéki nyilvánosságban, vagy az ellenzéki közvélemény, közhangulat az valami olyasmi, hogy úgyis ellopnak mindent, mármint az itteniek, ezért teljesen felesleges azért lobbizni, mert paradox módon, ha ezt még sikerülne is akár önöknek kiharcolni, a végén ennek a hasznát politikai értelemben a Fidesz fölözné le. Igen, hát ugye ez az az átkozott helyzet, amiben élünk tulajdonképpen, hogy egy olyan az elmúlt esztendők, tehát ez a Gyurcsány-Orbán korszaknak nevezett közel 20 esztendő, amiről beszélünk, egy olyan helyzetet teremtett Magyarországon, ami gyakorlatilag ellehetetleníti és ellehetetlenítette az értelmes párbeszédet. Ugye finomságokra már nem vagyunk egyáltalán érzékenyek, tehát ugye csak ilyen nagyon karakteres színek, mint a fekete és a fehér létezik, csak igenek és nemek, és miközben ez rendkívül helyes, és valóban az igenünk az legyen igen, és a nem az nem, és bizonyos dolgokban ez egy rendkívül fontos kérdés, aközben árnyalatokat nem szívesen veszünk észre, meg már el is vagyunk fáradva, az a 13,5 másodperc, amit az ember egy-egy üggyel hajlandó foglalkozni, azokban ezek a finomságok nem férnek bele. Nyilván ettől nagyon nehéz egyébként politizálni és értékek mentén politizálni, mert azonnal, ha az ember mond valamit, azonnal jön a kontra, és akkor de akkor ezt hogy van, és ki kell sarkítani. Egyrészt, amit mi próbálunk megtenni, az az, hogy ezt a sarkítást valamennyien szinten próbáljuk elkerülni, és nem belemenni. Az élet nem ilyen sarkos, tehát nem így élünk, hogy ennyire sarkosan. Ugye, ha így lenne, akkor lenne tej, meg nem tej. Nem az, hogy van 1,5%-os, 2,8, 3,5, 3,6, 4, nem tudom mennyi. És az élet színessége, az élet gazdagsága, az emberi kapcsolatok gazdagsága az sokkal-sokkal összetettebb ezeknél az igeneknél és nemeknél. Tulajdonképpen ezt éljük és ezt ismerjük, miközben az életünk egy részében meg azzal szembesülünk, hogy vagy igen, vagy nem. Mi arra próbálunk appellálni, hogy azért az emberek érzéseikben, az emberek a viszonyaikban azért érzik azt, hogy a dolgok nem ennyire sarkítottan egyszerűek, hanem sokkal-sokkal összetettebbek. És ilyen módon, miközben valóban nem értünk egyet azzal, hogy egy Európai Egyesült Államok jöjjön létre, aközben azt gondoljuk, hogy és a szuverenitás az egy rendkívül fontos dolog, aközben azt is gondoljuk, hogy a szuverenitás ugyanakkor nem lehet egy fegyver, nem lehet egy kizárólagosság, ami a másoktól való távolságtartást jelenti, hanem egy olyasfajta saját identitásunk, saját önazonosságunk megőrzéséről beszélhetünk,
amely közben nem fél attól, hogy másokkal kapcsolatba kerül. Milyen önazonosság az, mennyire erős az az önazonosság, amely retteg attól, hogy bárki mással kapcsolatba kerüljön. Az az önazonosság nem elég erős. De mi azt látjuk és azt gondoljuk, hogy igenis meg kell tudjuk erősíteni, és meg kell tudjuk bátorítani saját magunkat, a magyar népet arra, hogy van mire büszkének lennie, hogy igenis egy öntudatos, értékes nép, amely nyugodtan ezen alapon kapcsolatba kerülhet másokkal, beszélgethet másokkal, együttműködhet másokkal. Nem azt jelenti a szuverenitás, hogy kizárjuk magunkat mindenféle együttműködésből, mint amit a jelenlegi kormány gyakorol, és olyan együttműködéseket keresünk, ahol hasonlóan kizárólagosan gondolkodó államok és népek működnek, és ezekben az együttműködésekben gondoljuk azt, hogy meg tud valósulni az igazi önazonosságunk. Ez a fajta elfordulás, ez a fajta megbicsaklás, azt gondolom, hogy nem csak társadalmi, hanem gazdasági értelemben is egy teljes zsákutca Magyarország számára. A pénzek tekintetében pedig ott is azt gondoljuk, hogy kreativitásra van szükség. Nem arra a fajta kreativitásra, amit Magyarországon ismerünk, ugye, hogy a pénzeket hogyan lehet úgy felhasználni, hogy úgy elkölteni, ne cél szerint használjuk föl, de mégis úgy számolhassuk el, hanem azt gondoljuk, és ebben azt látjuk, hogy lehetséges az európai politikát egy picit át kell mozgatni, fel kell levegőztetni, fel kell szellőztetni, hogy abba a zsákutcában, mert Orbán belevezette ezt az egész helyzetet, abból ki lehet jönni kreatív megoldásokkal. Mi ezeken dolgozunk, vannak konkrét elképzeléseink, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy a pénzek eljussanak, de mégse úgy jussanak el, hogy azokon a korrupt rendszereken keresztül, amelyeken csak bizonyos részei érkeznek meg a célállomásra. De hát van arra lehetőség, hogy a nemzeti kormányokat valahogy megkerülve. Az önkormányzatok részéről van ilyen törekvés. Budapest, ha jól tudom, valamennyit tudott is így szerezni, tehát valami ilyesmiben gondolkodnak, hogy akár célzottan az önkormányzatokhoz, akár. És az unió mennyire nyitott erre? Ilyesmiben is gondolkodunk, de más dolgokban is gondolkodunk. Az unió, ezért mondom, lehet, hogy kicsit ott is szellőztetni kell, mert hogy ott is van egyfajta beállás, egyfajta megállás és egy megcsontosodás. Nem kis részben azért, mert hogy olyan támadásnak vannak kitéve, amire ők is úgy reagálnak, és ez pontosan az, amit a jelenlegi kormány rendkívül jól érzesz, hogy bizonyos szabályok szerint járnak ott el, és ezeket a szabályokat pontosan ismerik itt is, és pontosan tudják, hogy amit mondanak, arra milyen reakció fog jönni. Mi abban próbálunk ott segíteni, hogy hogyan lehet bizonyos dolgokra nem feltétlenül úgy reagálni, hogy ezt elvárják. És a szabadíték keresztény analógiát behoznom, ugye, amikor én Jézusra gondolok és Jézus jelenlétére a világban, akkor alapvetően az egyik dolog, amit ő tett, és amivel ő azt gondolom, hogy sokakat meghökkentett, és sokak számára sikerült átlépnie bizonyos inger küszöböt, az volt, hogy nem úgy reagált, nem azok a viselkedési formák jelentek meg, amik elvárhatóak voltak. Ugye azt mondta, hogy a pofon vágnak, tartod a másik arcodat. Nem az, hogy visszaütünk, vagy elgáncsolnak kenyérrel, megdobnak kővel, dob vissza. Tehát egy csomó olyan reakciója volt, amiből még egyszer nem kívánom krisztianizálni itt a politikai gyakorlatot, de egyfajta innovatív megközelítést igenis lehet onnan is hozni. Tehát mik azok a reakciók, amikre nem számítanak azok, akik egyébként pontosan tudják, hogy egy A lépésre milyen B lépés jön, de hogyan lehet mégis úgy azt a lépést megtenni, azt a viszontlépést, hogy az ne elmélyítse és lehetetlenné tegye az együttműködést, hanem valamilyen módon lökjön azon, és egy tovább lépése legyen lehetőség. És azt gondolom, hogy sok ilyen lehetőség van, nagyon sokat kell gondolkodni, sokat kell beszélgetni, ezért nagyon fontos a számunkra, hogy nagyon sok emberrel beszélgessünk a mozgalomban, a pártban, mert nagyon sok fantasztikus ötlet van. Én tegnap meglepődtem egyébként például azon is, hogy az, hogy Péter elvállalta az európai parlamenti mandátumot, illetve képviselőséget, hogy ez teljesen a beszélgetések során sok-sok ember számára ez teljesen világos volt. Sőt, mondtak olyan érveket is, amikre én magam nem gondoltam, hogy miért jó az, hogy Péter ezt elvállalta. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos beszélgetni, nagyon fontos az emberek gondolatait megismerni, azokat a gondolatokat is, amik felé esetleg idegenkedünk, mert nem igazán a mi vonalunk, és azt remélem, hogy ezek a gondolatok mind segíteni fognak nekünk abban, hogy például a pénzek hazahozatalában
Európában is kreatív, és az Európai Unió számára is valamilyen kezelhető megoldást tudjunk közösen kitalálni. Gondolom a pártvezetésen belüli munkamegosztásban a pártépítés, hazai pártszerzés az nem elsősorban az ön feladata. Úgy sejtem, nyilván az Európai Parlamenti Delegáció vezetése mellett ez egy nehezen elvárható feladat lenne. De nyilván van rálátása, amiről előbb beszélt, az is valami ilyesmire utal, hogy hogy áll ez a dolog, hiszen ugye ez a 30%-os eredmény, ez egy nagyon szép eredmény, amit elért a Tisza párt, ez kétségkívül, ezt azt gondolom, hogy az elemzők és senki nem vitatja Magyarországon, de ilyen szempontból azért az a 2026 már elég közel van. És itt nem csak arról van szó, hogy ez a Tisza-szigeten keresztül valamilyen élő pártszervezet jöjjön létre, hanem tudjuk, hogy a jelen választási rendszerben a választási győzelem kulcsa, talán a legfontosabb összetevője, hogy a 106 egyéni választókerületben egy ilyen 106 alkalmas győzelemre esélyes jelöltje a Tisza pártnak. Ön optimista tekintetben, hogy sikerül ezt megtalálni, hiszen azért bizonyítanában ez a nulláról kezdődik ez az építkezés, és túl sok idő nincs rá. Így van, így van. A munkamegosztást illetően most mindannyian nagyon, hogy is mondjam, közelről követjük, és sokat gondolkodunk, dolgozunk együtt ezen, amiről most ön beszélt. A legfontosabb most az, hogy egy olyan reziliens és fenntartható szervezetet építsünk föl, amelyik képes egyrészt kormányzó képességre jutni, tehát felépíteni a saját magát szakmailag, illetve erőforrás tekintetében, hogy kormányzó képes legyen, illetve hogy egy olyan erővé tudjon válni, amelyik képes azoknak az ígéreteknek a beteljesítésére és megtartására, amelyekről kezdettől fogva beszélnünk. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és mindannyiunk számára, nekem is a legfontosabb feladatom, és ha úgy tetszik, kihívásom, hogy ezt hogyan és mi módon tudjuk teljesíteni, mi az Európai Parlamentből hogy tudjuk ezt a munkát segíteni. Ahhoz képest, ahogy mi haladunk, ugye rendkívül nagy sebességgel haladtunk, és nagyon gyorsan kellett döntéseket hoznunk, ehhez képest meglepően sok időt töltünk most azzal, hogy a 106 egyéni választókerületben hogyan és milyen módon választjuk majd ki a képviselőjelölteket. Itt annyit elárulhatok már most is, hogy itt is innovatív megoldással készülünk. Most hát lesz olyan akár szavazás, mint az EP-lista megalkotására? Én azt gondolom, hogy lesz. Azt gondolom, hogy lesz, hiszen nem csak ebben az esetben, az EP-lista esetében, hanem más témák esetében is. Nekünk rendkívül fontos az, hogy valóságosan be tudjuk vonni az embereket, és még egyszer, nem vagyunk mi semmivel sem jobbak, különbek, mint azok, akik egyébként itt élnek velünk. Mi egy feladatot kaptunk, ebben a feladatban igyekszünk eljárni, de mások véleményére, bölcsességére számítva és támaszkodva. Tehát mindenféleképpen lehetőséget szeretnénk adni arra, teremteni, azt a keretet szeretnénk megteremteni, inkább így fogalmazom meg, talán ez így helyesebb, amely kereten belül lehetősége lesz mindenkinek, akinek ezzel kapcsolatosan gondolata, véleménye van, a véleményét elmondani, illetve arról is dönteni helyi szinten, hogy ki és hogyan képviselje őket a reménység szerint majd az országgyűlésben. Hát ez egy rendkívül fontos kérdés. Egyrészt átláthatónak, másrészt olyannak kell lenni ennek a folyamatnak, amely valóban képes tehető arra, hogy olyan emberek választ tudjanak ki, akik helyi szinten tudják, ismerik a helyi nehézségeket, és ténylegesen tudják képviselni azokat, akik megválasztják majd őket. Magyarországon jelenleg úgy történik a választás, hogy megválasztjuk a képviselőnket, és onnantól kezdve tulajdonképpen megfordul a dolog, onnantól kezdve ő diktál nekünk szinte. Tehát sok olyan képviselő van, országgyűlési képviselő, akit nem lehet elérni, mert a fogadóórája, aki is van írva, időpontban van kiírva, ami nem túl alkalmas, vagy nincs is fogadóórája, vagy külön e-maillel, telefonnal, sok-sok híváson keresztül lehet eljutni egy beszélgetésig. Mi egy olyan megoldásba gondolkodunk, amikor a képviselő valóban képvisel, tehát nem az van, hogy utána visszaosztja és közvetíti az adott pártnak a nézeteit a képviseltek felé, hanem valódi párbeszéd alapján képviseli a szó eredeti értelmében majd azokat az embereket, akik megválasztották őt. Ugye a Tisza párt álláspontja elég egyértelmű a tekintetben, hogy politikai szövetséget, választási szövetséget a jelenlegi parlamenti pártokkal nem nagyon szeretnek, vagy nem szeretne kialakítani. De azt el tudja elképzelni, lehet, hogy korai ez a kérdés, de elvi szinten, hogy lát-e egy elvi akadályát annak, hogy nyilván vannak olyan ma is
regnáló képviselők, nyilván nem fideszesre gondolok itt, hanem ellenzékire, akit ugye nyerni is tudott a választáson, ma is, vagy a következő választáson is jó eséllyel nyerni tudna, és mondjuk olyan munkát végez, ez nyilván az összefüggés van ezzel, hogy a helyieknek, annak az adott választókeleti lakosságnak tetszik, hogy szimpatikus az ő tevékenysége, hogy el tudja esetleg képzelni azt, hogy akad olyan választókörzet, választókerület, ahol egy nem a jelenleg a Tisza párthoz tartozó a politikus támogatnak. Ugye ez bizonyos értelemben kicsit kizárják egymást ezek az állítások, mert ugye ha valaki egy bizonyos párt színeiben már a jelenlegi parlamentnek tagja, az ugye bizonyos értelemben nehézé teszi a lehetséges együttműködés, független attól, hogy ez melyik párt. Egész egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy helyesebb és jobb tiszta lappal kezdeni. Azok, akik tehát valamilyen módon mindenki, még hogyha a legkevésbé szeretné, akkor is részese ennek a rendszernek, a rendszer fenntartásának, amit ez a rezsim tökéletesen kihasznál, ellenzékestül és az állampárt működését, hogy is mondjam, hozva. Ennek ellenére nem mondanám azt most sem, hogy mindenki zárt, mert nem mondanám azt. Nyilván lehetnek majd olyan helyzetek, nem látom, hogy ezek hogy tudnának előállni. A sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, hogy olyan helyi civil közösségek, olyan jelöltek, akik nem feltétlenül kapcsolódtak egyik párt tevékenységéhez sem, hogy ővelük, de már korábban politizáltak, hogy ővelük valamiféle kapcsolat kialakul. Ez annál is inkább elképzelhető, hiszen számtalan olyan település lesz véletlenül, ahol nem állnak sorba tízesével, húszasával azok az emberek, akik vállalkoznának arra nagyon-nagyon nehéz feladatra, amit egyébként, ha valaki komolyan veszi és komolyan csinálja, a képviselőség, a politikában való részvétel jelent. Úgyhogy nem zárok ki semmit, de a törekvésünk az, hogy olyan új arcokat, olyan friss személyeket találjunk, akik emberileg, szakmailag hozzáállásban alkalmasak és képesek, és szívesen is vállalják azt, hogy mások képviselői legyenek. Ja, utaltam már arra, hogy pár hónap ezelőtt volt egy interjú önnel a Magyar Hangban, és ott a címbe is ez volt kiemelve, hogy ön azt mondta, hogy ugyanazt a félelmek ugyanazt a légkörét érzi, mint amiben felnőtt. Tehát a rendszerváltás előtti időszakról beszélünk értelemszerűen ez esetben. Ezt, ha ez így van, akkor ez nem túl erős, visszatartó erő arra, hogy olyan emberek, akiknek van stabil egzisztenciájuk, és egyébként szimpatizálnának önökkel is, lenne is ambíciójuk, de, és ezt most ne vegye, hogy mondjam, tiszteletlenségnek, nyilván most egy jó darabig, ha valaki a Tisza párt mellett elköteleződik, arra nem számíthat, hogy mondjuk egy európai parlamenti mandátum leesik neki, vagy ami nyilván azért egzisztenciálisan is egy fontos tényező. Tehát, hogy aki ugye kiáll most a közélet színpadára, ezzel nagyon komoly kockázatot vállal, hiszen van egy olyan propagandagépezet, ami megtalálja őt, akár így van. Van mivel, akár nincs, veszélybe kerülhet az egzisztenciája, és ugye tudom, hogy ugye Magyar Péter is nagyon sokszor elmondja ezt a bibliai idézetet, meg ugye a párt is, hogy ez a ne féljetek, de azért van mitől félni, azt gondolom, hogy annak, aki ma Magyarországon ilyesmire adja a fejét, hogy nekik mit tud üzenni, mit tud mondani, hogy miben bízzanak, hogyha azon hezitálnak, hogy belevágjanak-e, megpróbálják-e azt, hogy akár pártakként, akár képviselőjelöltként megpróbálkozzanak a Tisza pártnál. Érdekes az a kérdés, és tegnap a pódium beszélgetésen vettem én is részt a Tisza pikniken, a Margit szigeten, és Bovier Györgyel a budapesti közgyűlésbe delegált egyik tagunkkal beszélgettünk, és az a kérdés előjött ott is, a ne féljetek, és hogy kezeljük ezt, és hogy mit lehet mondani ebben a helyzetben. És én azt gondolom, azt látom ezzel kapcsolatosan, hogy ugye ki a maga szintjén tudja ezt a félelmet kezelni. Ott nagyon sokan voltak tegnap is, nagyon sokan választottak bennünket az európai parlamenti választások alkalmával júniusban. Kinek-kinek a részéről ez egyfajta félelem meghaladás volt. Ki azzal tudta a félelmét meghaladni, hogy a függöny mögött az X-et oda húzta a mi nevünk mellé. Ki azzal
már tovább tud menni, hogy megjelenik egy rendezvényen, ami bizonyos településeken egészen komoly veszélyt jelent, mert hogy ténylegesen elveszti akár már másnap az állását, vagy olyan vegzálásnak van kitéve egy kisebb településen, ami nehezen elhordozható. Tehát, hogy ez minden egyes személy, minden egyes ember helyzetében egy egyéni döntés, hogy ezt hogyan és mi módon tudja fölvállalni. Én azt tudom mondani, hogy reménységre ad okot egyrészt azoknak a száma, akik arról döntöttek, hogy minket támogatnak, reménységre ad okot azoknak a száma, akik napi szinten keresnek meg bennünket a javaslataikkal, ötleteikkel, ajánlkozásukkal, akár munkára, akár azzal, hogy ötletekkel, tanácsokkal segítenek. Ez mind-mind azzal a reménységgel tölt el bennünket, hogy igenis nagyon sokan vannak, akik készek arra, hogy meghaladják azt a félelmet, ami egyébként körbevesz bennünket, mert azt hiszem, hogy az emberek elég jól látják és elég jól érzik, amit én is ebbe a helyzetbe kerültem, hogy félelemben nem lehet élni. Tehát, hogy az olyan mértékben korlátoz le bennünket, és tesz komorrá, és tesz boldogtalanná, hogy ezt meg kell haladjuk, ezen túl kell lépjünk, ezt le kell győzzük, ezt a félelmet. És akiben pedig ez nincsen meg, ez az indulat, ez az elszánás, vagy olyan mértékben van kiszolgáltatva a külső körülményeknek, őtőle pedig, és ezt most így hívjuk őket, hogy a csendes hősök, aki egy orvos, egy ápolónő, még szóban sem, egy Facebook bejegyzésben, egy üzenetben sem állhat ki, mert olyan szerződésük van, hogy abban a pillanatban véget ér a munkájuk, és nem is biztos, hogy egzisztenciális félelemből nem akarják, hanem abból a hűségből és szeretetből, amit a feladataik iránt éreznek, vagy egy rendőr, egy tűzoltó hasonló helyzetben van, ugyanúgy a szerződésük tiltja, hogy bármilyen módon állásfoglaljanak, vagy véleményt mondjanak. Én azt gondolom, hogy sokkal többen vannak azok, akik ezt a félelem legyőzésben képesek és mernek lépni, és igyekszünk, amennyire tőlünk telik, akit csak tudunk megvédeni, de nyilvánvalóan vannak egyre sötétebb és egyre, hogy is mondjam, huncutabb, fogalmazzunk így, megoldásai a mostani rezsimnek, amelyen embereket ellehetetlenít a mozgásukat, az állásváltásukat, vagy az életüket nehézé teszi, viszont ha ezt elfogadjuk adottságnak, akkor ebből az országból nem lesz normális ország, akkor csak elmenni fognak innen, és nem fognak visszatérni az emberek. Nem tudom, hogy tévedek abban, hogy a mostani pártvezetés, amit nemrég jelentettek be, hogy akkor ez pontosan hogy is néz ki, ugye Magyar Péter ugye alelnökből elnök lett, és ön, illetve Radnai Márk az alelnökök, ő az operatív vezető. De ha jól tudom, az év vége tájékán majd lesz egy kongresszus, ahol mondjuk véglegessé válhat, kialakulhat egy új vezetési struktúra. És Magyar Péter a június 9-i választás után nem sokkal ült ebben a székbe, és beszélgettünk, és akkor ő azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy neki egyébként milyen ambíciói vannak, ő azt mondta, hogy a pártelnöki posztért úgy igazából el sem akarna indulni, hogyha nincs több jelölt. És ez egy kétségkívül szép demokratikus felvetés, de nekem egy kicsit olyan életszerűtlennek tűnik ez. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy lesz valaki, aki a Tisza pártban egy komoly ambícióval mondjuk kihívója, ha lehet ezt így mondani, lehet Magyar Péternek. Tehát, hogy mire számít ezen a kongresszuson, és önnek azon túl, hogy az alelnöki poszt ezt kívánja megcélozni majd akkor is? Ahhoz, hogy legyen ez a kongresszus, vagy ez a nagyobb közgyűlés, ugye ehhez magát a pártot kell kicsit kibővíteni. Ugye most a kongresszusunk az egy nagyon szűkörű, nagyjából ekkora helyiségben megtartható, hiszen nagyon kevesen vagyunk. Ugye azért is van erről egyébként szó, hogy az év vége felé sor kerül egy ilyen újabb tisztújításra, mert hogy folyamatban van. És azt gondolom, azért az a nyilvánosság előtt zajlott. Persze, tehát ugye részben az alapítókirat módosítása, hogy számtalan olyan lépést kell megtegyünk, ami ahhoz szükséges, hogy egy alapvetően kicsi pártból, és annak az ezzel járó, hogy is mondjam, szűkre szabott szabályzati rendszerből egy picit a nagyságot, vagy a többek befogadására képes kereteket létre tudjuk hozni, és ne a éppen kéznél lévő emberekből választjuk meg a vezetőket, hanem ténylegesen legyen egy olyan folyamat, amikor azok, akik úgy érzik, hogy van bennük ambíció, mások úgy gondolják róluk, hogy megvan a képességük, ők lehessenek vezetők,
vezetők. Ugye Péter, amit mondasz, nagyon komolyan gondolja egyébként a tekintetben. Ő nem érzi azt, és azt gondolom, hogy ebben nagyon igaza van, hogy ez egy igazi választás lenne, amikor egy jelölt van. Ez nem választás, az valami teljesen más. Azt szeretnénk elérni elsősorban, hogy egyrészt elinduljon majd magának a pártnak az építés és a kialakítása. Ehhez elindultunk már azzal, abban az értelemben, hogy a Tiszaszigetek lehetőséget adnak az emberekre, hogy egyáltalán kicsit úgy kapcsolatba kerüljenek velünk és magával ezzel az egész gondolattal. Aztán majd meglátják ők is, hogy ezekből a szigetekből, illetve bárhonnan máshonnan lesznek-e majd párttagok, kialakulnak-e pártalapszervezetek, regionális szervezetek, stb., tehát amely rendes párt működéséhez szükséges. Ennek a folyamatában vagyunk, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, vagy közepén, de hogy a pártépítés, a szervezetépítés, ez zajlik most, ezen dolgozunk. Ez nem túl látványos, nem túl hangos, de nagyon szükséges folyamat, hogy ez kialakuljon, és utána pedig valóban az a szándékunk, hogy ha ez létrejön, akkor már egy fejlettebb, és hogy is mondjam, az önkormányzatiság és az önszerveződés megvalósító szervezet tudjon döntést hozni arról, hogy kiket választ vezetőinek. Én nagyon szeretnénk, hogyha ez egy nagyon színes társaság lenne ez a vezetőség. Én nem törekszem alelnöknek lenni, nem is volt ez cél, ez most egy szükségszerűség volt. Az Európai Parlamenti képviselői delegáció vezetése, illetve az egyéb más tevékenységek a pártban, az bőven elég feladatot jelent, és azt reméljük, hogy elő fognak jönni, elő fognak állni azok az emberek, akik olyan, még egyszer mondom, emberi kvalitásokkal, méltósággal, szakmaisággal és bátorsággal bírnak, akiket meg tudunk kérni, és vállalni fogják majd, vagy kiválasztják őket, hogy vezetők legyenek. Ezelőtt állunk, ugye nyilván ez is egy jogos kérdés, hogy kik a Tisza párt. Ugye Pétert ismeri mindenki, a többieket kevésbé. Nyilván ez is része, ugye nagyon fontos dolog az, hogy szemben sok más párt megalakításával a Tisza párt nem úgy jött létre, hogy egy baráti társaság összeállt volna, és akkor mi itten évtizedek óta egymást ismerve, együtt gombfocizva hoztuk volna azt a döntést, nem egy kollégiumi szobában. Nem egy kollégiumi szobában, nem is egy sörözőben, hanem hát, hogy mondjam, elindult egy óriási lendülettel valami, és így közben igyekszünk ezeket a formákat fölvenni, és egyébként tényleg az van, hogy nem ismertük egymást, akik most együtt dolgozunk. Senki se ismert senkit. Én Péterrel azelőtt nem találkoztam, egyetlen kollégámmal nem találkoztam, akikkel most együtt dolgozunk nap mint nap. Tehát idő kell, és közben a közösséget építeni, erősíteni, nagyon sok embernek azt az érzést, annak a kereteit megadni, hogy ők is érezzék, hogy ez az ő ügyük, hogy ő tevékenyen részt tud ebben venni, hogy ő hozzá tud járulni, ki úgy, ahogy szeretne, ezt mind-mind lehetővé kell tenni, miközben rengeteg munka van, és én, mint alelnök, ez nem azt mondja, hogy az ember ül egy irodában, egy gyönyörű széken, és nem tudom, pergeti a híreket, és azt olvassa, hanem napi szinten a legszürkébb munkától a legnagyobb munkáig én magam is végzem, ami egy óriási öröm egyébként. Az én számomra nagyon szeretek közösséget építeni, közösségben lenni. De a lényeg az, hogy építésben vagyunk, számítunk az emberekre, és mindig megjelennek újabb és újabb fantasztikus emberek, akik csodálatos módon tudnak hozzájárulni ahhoz, amit mi közösen szeretnénk. Ez kicsit ilyen személyes jellegű kérdés lesz, de nyilván azért gondolkodik ezen, és ez a külvilág is azért látja, hogy például az ön személyisége és Magyar Péter személyisége azért eléggé eltérőek egymástól. Tehát Tar Zoltánt úgy nehezebben tudom elképzelni az öt kertben egy ilyen szituációban, hogy ebben egyébként nem lát valójában. Most nem csak az, hogy nyilván az, hogy sokszínű egy társaság, az nyilvánvalóan jó. De azért nyilván a akár ilyen magánemberi viselkedés, vagy akár a bizonyos habitusa az embernek azért az lehet akár politikai kockázat is, vagy támadási felület. Nem érzi úgy, hogy néha azért a párt elnökük az egy kicsit túl sok ilyen támadási felületet ad az ellenfeleinek? Vagy egyáltalán ez téma-e belül? Úgy nagyon nem szoktunk erről beszélni, nem téma egyébként. Azt látjuk és tudjuk, hogy különbözőek vagyunk, de ahogy ön is mondta, ez összességében inkább egy érték, és nem
nem is várjuk el senkitől, hogy valamilyen legyen, azt várjuk, hogy valamilyen legyen, és ne olyan legyen, aminek mi gondoljuk. Ez azért is jó, azt hiszem, mert azok is különbözőek, akik valamilyen módon kötődnek hozzánk, vagy ránk szavaztak, vagy mellettünk döntöttek, és ténylegesen nagyon különbözőek. Tehát nagyon-nagyon adott esetben bizonyos dolgokról is egészen másképp gondolkodnak, és az, amikor azt mondjuk, hogy ez mégiscsak elfér egy közösségben, akkor ezt komolyan gondoljuk. Mi Péterrel azt gondolom, nagyon jól megértjük egymást, remélem, hogy ő is ezt mondaná, ha most itt ülne. És nyilván nekünk is idő kellett, és még biztos kell sok idő, hogy még jobban megismerjük egymást. De az, hogy különbözőek vagyunk, ezt tudjuk, kezdettől fogva tudtuk, és én azt látom és úgy érzem, hogy ezzel úgy számolunk egymással kapcsolatosan, hogy annak az értékei, amit ő hoz, és annak az értékei, amit én hozok, ezek össze tudnak adódni, és ki tudják pótolni, egészíteni egymást. Az, hogy ő egy kicsit, hogy is mondjam, jobban az emberek között van egy, ahogy az angol mondja, egy outgoing személyiség, tehát egy sokkal inkább a világ előtt tud élni, egy kicsit visszafogottabban, de azért én sem riadok meg az emberektől. Ezek kiegészítik egymást. Én azt hiszem, hogy emberi dolgok az, amikről beszélgetünk, és én nem gondolnám, hogy azt meg kellene játszanunk, hogy mi nem megyünk szórakozni, hogy közöttünk nincsenek esetleg viták, hogy bizonyos dolgokról nem feltétlenül mindig ugyanazt gondoljuk, hogy nem mindig látjuk pontosan, hogy adott helyzetben hogyan és mit kéne tenni, vagy hogy adott helyzetben nem biztos, hogy egyetértünk azzal, amit éppen mondjuk Péter mondott, vagy Péter tett, vagy én adott esetben ő nem ért egyet, ilyenre is volt már természetesen példa. Tehát, hogy ezek, azt gondolom, hogy ezek mind természetes dolgok, és azt mutatják, amit az elején is beszéltem, a dolgok nem szögletesek. Tehát, hogy itt nem csak bort meg vizet iszunk, hanem néha fröccsözünk is. Tehát, hogy ezek a dolgok összekeverednek, és ez így jó. És nyilván törekednünk kell arra, hogy ne botránkoztassuk meg az embereket, hogy ne tegyünk olyat, ami támadási felületet ad nekünk. De hogyha ezt felvállaljuk, és nyilván hibázunk mi is, és biztos, hogy fogunk még hibázni, már nem szeretnénk. Én azt gondolom, hogy ezek emberi dolgok, és az emberek, ha hitelesen és azonosan tudjuk ezt képviselni, azt hiszem, hogy ezt értékként fogják látni. És a végén lehet, hogy ez egy kicsit akkor szögletes kérdés lesz, meg azt is mondhatja esetleg, hogy korai, bár ha ugye belegondoltunk, hogy ez a választás már nincs is annyira messze, akkor azért nem annyira korai ez a kérdés. Nyilvánvalóan nem csak 106 képviselő jelöltje lesz meg listája a Tisza pártnak, hanem lesz egy miniszterelnök jelöltje is. És én akár a tegnapi beszédet, mikor hallgattam, néztem a Margit-szigeti beszédet, akkor ugye akkor is arról beszélt ugye Magyar Péter, hogy majd ha lesz Tisza kormány, tehát egyértelműen egy olyan politikusként beszélt, és a miniszterelnököt sokszor megszólítva mondta ezt a beszédet, mint aki már a miniszterelnök kihívójaként beszél. Hogy nem tudom, ön el tudja képzelni azt, hogy ő legyen, alkalmasnak tartja, meglátja benne a képességet, hogy miniszterelnök jelölt, és így akár miniszterelnöke is legyen Magyarországnak 2026-tól, vagy esetleg a miniszterelnök jelölt kiválasztásában, mert ebben a műsorban egyébként, amire utaltam, azt is mondta, hogy az sem evidens, hogy a pártelnök és a miniszterelnök jelölti pozíciója az ugyanaz a személy, kell, hogy betöltse. Tehát, hogy itt is számíthatunk esetleg valami innovatív módszerre, ahogy akár kívülről kiválasztják ezt a jelöltet? Azt hadd mondjam ezzel kapcsolatosan, hogy ami nagyon fontos, azt hiszem, hogy és ez az eddigi munkánkból, meg az eddigi megjelenéseinkből is szerintem jól látszik, és erre többször utalt ön is a beszélgetés során, hogy azért itt van egy komoly fejlődés és változás. Tehát, hogy nagyon sok minden, akár az én személyes részvételemmel kapcsolatosan, akár Péter munkájával kapcsolatosan, akár magának a pártnak a működésével, a mozgalom működésével kapcsolatosan, azért vannak ebben változások, amik azért fontosak, mert hogy a dolgok alakulnak, és igyekszünk reagálni ezekre a dolgokra, és igyekszünk úgy reagálni ezekre, hogy nem vaskalaposan, hanem a helyzetet felmérve, végig gondolva és döntve. Ez azért fontos, amit most így előre bocsátottam, mert hogy nagyon sok minden történhet még előttünk, ami megváltoztathat olyan gondolatokat, amiket esetleg most dédelgetünk, vagy amikkel most foglalkozunk.
és bizonyos dolgokkal nem foglalkozunk. Tehát most nem annak van itt az ideje, hogy a miniszterelnök jelöltünk kiválasztásáról beszéljünk. Erről mi világosan beszéltünk egymás között. Nem ezzel kezdődik a dolog. Beszéltünk sok minden egyéb feladatról, ami most nagyon fontos is meg kell legyen, hogy egyáltalán eljussunk abba a helyzetbe, hogy arról tudjunk beszélni, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Amit Péter elmondott itt ebben a székben is, ő vagy ön is említette, ez így van, és ezt ő nagyon sokszor elmondja nekünk is. Tehát, hogy ez nem feltétlen magától értetődő, hogy egy pártelnök miniszterelnök legyen, ahogy az sem magától értetődő, hogy ő legyen a pártelnök. Tehát, hogy itt ezek a kérdések ténylegesen nyitva vannak, de hogy válaszoljak arra az engem célzó kérdésre ezzel kapcsolatosan, én igen, egyébként teljes mértékben azt gondolom, hogy alkalmas-e és egyre alkalmasabbá válik Péter. Ha megnézi valaki, hogy Péter mikor elkezdte azt a munkát, amiben most vagyunk, hogy akkor mit, hogyan és milyen formában mondott és tett, hogy mi minden változott az országjárás során, hogy mennyi mindenben alakult az ő álláspontja, a mi álláspontunk, a közös álláspontunk, hogy mennyi mindenféleképpen formálódott az a szervezet, ami épül, akkor láthatja, ami szerintem a legfontosabb, hogy milyen elképesztő tanulási görbe az, ami akár Péter személyében és az egész szervezetben megvalósult. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Tehát, hogy egy olyan fejlődési, tanulási folyamatban vagyunk mindannyian, annak ellenére, hogy én idősebb vagyok, Péter, én azt remélem, hogy én is tudom ezt a sebességet és ezt a képességet azért hozni, hogy ez igazán reményt ad arra, hogy mindazok a képességek, az a bölcsesség adott esetben, aminek esetleg néhányan még hiát látják itt-ott, ezek hozzá fognak tudni tevődni a napok, hetek, órák során, amik itt előttünk vannak. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez a tanulási képesség ez meglegyen. Szomorú az az emberi élet, amelyik már nem nyitott arra, hogy tanuljon, amelyik már nem képes arra, hogy tanuljon. És ezt nem csak azért mondom, mert van ez a jó kis magyar közmondás, a jó pap holtig tanul, és hogy addig. Bizonyára a kedves nézők is sokakat ismernek, talán ők maguk is ilyenek, akik nem szűnnek meg folyamatosan magukat olyan helyzetbe engedni vagy hozni, hogy kénytelenek legyenek tanulni. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a nyitottság, ez a képesség, ez megmaradjon, és én ezt tartom a legfontosabb és legnagyobb értéknek, és Péter ebben azt hiszem egy tökéletes példa, vagy erre egy tökéletes példa, aki nyitott arra, hogy másoktól tanuljon, hogy az őt érő élmények és az őt érő behatások hatására változtasson, gondolkodjon, előre menjen. Én azt hiszem, hogy nem lehet ennél többet és jobbat remélni egy országvezetőjétől. Tar Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőknek köszönöm a figyelmet, a Kompországa jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra!